volt, akinek bemondtam a harmadik másodpercben, hogy azért jöttünk, mert alpolgármestert akarunk adni, és akkor persze, erről lehet tárgyalni, tehát ez ilyen kabaré. 3:46-kor a Nagyfehér sátorban kilövünk egy rakétát, majd csángó táncár lesz ugyan ott. Valakinek van mondjuk egy Tóth Gabia, ez ki lesz vágva. Mindenkinek vannak úgymond pártzenészei. Hát a kutyapártnak mi vagyunk, mi is. Fú, ahogy Boldizsár mondta, egy ilyen megérkeztem érzés van az emberben, amikor ide jön. Most jövök először ilyen táborba, és igazából az érdekelt, hogy hogy alakulnak az ötletek, hogy cserélünk véleményt. Most itt mondanak nagyon kiérvelt, kimunkált érveket, így fog reagálni rá a társadalom, ezt fogja megváltoztatni, ezt magadnak festette. Nem tudjuk. Ha ez tényleg mindennaposá válik, akkor szerintem többet fog eltenni, mint használni. Sok mindennel kapcsolatban elhangzott már ez, hogy többet árt, mint használ, ugye itt társadalmi szintre gondolom. De egyrészt nem igazán definiált, hogy mi az, hogy árt, minek árt. Egy nagyon sokszínű, nagyon kellemes társaság, ahol mindenki elfogadja egymást, és megpróbálunk mindig tenni valamit a közösségért. Épp olyan értelmes dolgokat teszünk, amit mások ígérnek. A kétfarkú kutyapárt az én szememben abban hiteles, hogy amit mondanak, azt megcsinálják, amit megígérnek, megígérik és megcsinálják azt az ígéretet. A saját forrásaikhoz képest kihozzák a legtöbbet abból, amit meg tudnak ígérni, azt meg is csinálják, szóval önazonosak ebből a szempontból. Többnek gondolom a kétfarkú kutyapártot, mint egy politikai párt. Tehát jobban érzem azt, hogy itt egy közösség alakul, ahol az embereknek azért a környezetüket, közvetlen környezetüket, világot illetően a szemléletük megváltozik. Én több pártnak is voltam különböző ilyen nyári táborszerű rendezvényein. Itt tényleg a cél az, hogy a gondolkodásunkat jó irányba próbáljuk terelni. Élhető környezetet teremtsünk magunknak. Nem feltétlenül az a cél, hogy minél hamarabb hatalomra jussunk. Tapasztalatod alapján milyen kép él a kutyapártról az emberekben? Ezt úgy tudnánk leginkább megmondani, hogyha lenne egy csomó millió forintunk, és ilyen közelmi kutatásokat, meg saját méréseket indítanak, ilyenünk nincs, tehát csak ilyen szubjektív véleményünk van arról, hogy milyen képén. Én azt látom meg akár a vidéki járás, vagy a klubok során, tehát amikor a saját passzivistáinkkal találkozunk, ott már nem kérdés, hogy ez nem egy viccpárt. Ugye mi eddig ugye hülyeségekkel kampányoltunk. Nálam tényleg ugye ez a három dolog volt, hogy a szobrom, meg hogy megcsináltatom a házam előtt az utat, meg sokat fog keresni. És most meg ugye nekünk a önkormányzati, akik szeretnék képviselők lenni, akik elkezdtünk egy képzést már, hát már lassan egy éve, ahol voltak külön tanfolyamok, meg gyakorlatok, nem tudom, a közbeszerzésekről, az építési szabályzatról, mindenféle ilyenről. Csináltak problématérképet, és elrontottuk, mert ezek az emberek most fognak írni ilyen programszerűséget, hogy ők mit csinálnának. Kutyapártot szokták gyűlölni? Én ilyen nem nagyon találkoztam. Volt olyan, hogy pultoztam Budapesten, és felállítottuk a pultot, meg a sátrat, és az első nő, aki arra járt, ránézett, és annyi mondott, hogy is van, kapd be a faszom, mondta ezt a nő. Nagyon sok elemző beszél úgy a kutyapártról, hogy közben nem tudja, hogy mi folyik itt, és hogy mit gondolnak ezek az emberek, és akkor marad a vicppártozás, vagy hogy egyáltalán a létünk is káros a magyar demokráciára, vagy társadalomra. A legérdekesebb alapkérdésre nem tudom a választ, hogy a királyk akar szavazni, annak mekkora része akar azért, amit mi csináltunk az elmúlt években, és melyik az a része, aki meg valaki ellen akar szavazni, és akkor minket választ emiatt, mert ezzel tudja kifejezni. Van nagyon sok olyan passzivistánk a választás óta, akik csalódott ellenzéki szavazók, akik hát úgy gondolják, hogy az újabb csúfos vereség után meg kéne próbálni valamilyen más úton harcolni a NER ellen, és hát a kutyapártban látják erre az esélyt. A kutyapárt a NER ellen harcol?
A kutyapárt nem a NER, hát attól függ, hogy az ellenzéket a NER részének tekintjük-e, a rendszer ellen. Azt gondolom, hogy a sajtóból még mindig nem az a kép rajzolódik ki rólunk, amik mi valójában vagyunk. De hát, és az milyen kép lenne? Hát nyilván az egyetlen értelmes választás. Nekem így rá kellett ébrednem az évek során, hogy egy pártnak a szervezésében a legnehezebb az az, hogy egy párt az rengeteg ember. És most nem a passzivistákra gondolok, mert ott nyilván lehet vegyesebb egy társaság, de ha úgy elérsz oda, hogy be tudsz juttatni önkormányzatokba embereket, vagy az Európai Parlamentbe, vagy országgyűlésbe, akkor tényleg kell több száz olyan ember, akire te azt mondod, hogy megbízol bennük, nehogy Isten dolgozni fog, vagy legalább vicces lesz, hogy valamit csinál. De most sincs a kutyapárban olyan 150-200, akire azt mondanám, hogy így merem mondani, hogy ő biztos jó képviselő lesz, meg mit tudom én. Úgyhogy az önkormányzat is egyébként mi kb. 30-40 helyen fogunk összesen indulni, nyilván részben kerületek, meg nagyobb városok, és akkor listavezetők bejuthatnak. Hát meg persze az EP-n ott indulunk, igen. Kerestek sokan, most így nem akarok neveket mondani, persze kerestek mindenféle pártoktól, meg mindenféle kerületekben, meg városokban, mi külön indulunk. A koordinációt szerettek volna? Hú, ez nagyon vegyes volt. Tehát volt, akinek bemondtam a harmadik másodpercben, hogy azért jöttünk, mert alpolgármestert akarunk adni, és akkor persze, erről lehet tárgyalni. Tehát ez ilyen kabaré. Van, aki ezt akarná, hogy akkor külön elvék, vagy körszegbe induljunk, választókörökbe induljunk. Van, aki meg együtt akarna indulni, igen. Ezt az öngyújtót elkérném. Öngyújtó? A kampánypénzt, amit a többiek plakátra költenek, mi itt nem is tudnánk, de minden nem is akarjuk plakátra költeni, azt mi elköltjük különböző jó célokra. Szóval az, hogy az ELSZ-be belekötött, az szerintem a KK-n is csomó effektusa. Ahogy látszik, hogy egyre több ember komolyan vesz minket, egyre fontosabb lesz, hogy úgy tűnjünk, mint akik nem nincsenek rendben. De egyébként ez nem ászbüntetés most még, ez most még csak egy vélemény volt. 18-ban ugye nyilván nem kötöttek mindebbe bele, én most még reménykedek, hogy most se fognak. Ami büntetés volt, az egy másik dolog, az is egy izgalmas, az viszont inkább azt mutatja szerintem meg, hogy mennyire agyatlan ez a pártfinanszírozás. Nagyon remélem, hogy a végén majd az fog történni, hogy elállnak ettől, és hogy rájönnek, hogy Magyarországon a kampány finanszírozás kapcsán nem a kutyapárttal van a baj, hanem mindenki mással. Öngyújtó? Tényleg nincs senkinél öngyújtó? Szuzi adott neki, nem? Szuzi? Gondolkodtál már azon, hogy ha megnyerné a kutyapárt az ország irányítását, az milyen ország lenne? Vagy mennyiben hasonlítaná erre a táborra? Jó, hát erre könnyű válaszolni, mert igazából kb. Minden máshogy kell csinálni, mint a Fidesz, és akkor nagyon nem tud elrontani, tehát ez a része szerintem egyszerű. Mindenképp örülnék, hogyha mi kormányoznánk a idő végezetéig az országot, vagy az egész világot akár, természetesen. Az lenne jó, hogyha a parlamentbe bekerülne, és tudná képviselni azokat az embereket, akik hasonlóképpen gondolkoznak. Nem gondolnám azt, hogy a kutyapártnak az elsődleges feladata, hogy vezető szerepre jusson. Sokkal inkább ez a közösségépítő, szemléletformáló, nevelő feladat az, amit én elvárok tőle. Olyan több száz milliós erőforrás a nyakukba akasztanál, akkor nem padokat festenének valószínűleg, hanem sokkal többet le tudnának tenni az asztalra. Videót és fényképet nem szeretnék, jó? Mert lehet, hogy ez problémás. Igen!